Egymásra! Bordás Balázs első alkalommal jelentkezett a fehérvári versünnepre. Mint mondja, szereti az irodalmat, és a tavalyi versenyzőktől csak jót hallott a tehetségkutatóról. Ezért tartotta fontosnak, hogy jelentkezzen. Ő is, csak úgy, mint a többiek, izgalommal várja a döntőt. Nem tudta, hogy milyen mezőny lesz, hogy milyen szintű versmondók voltak, és hát ennek ellenére az örülök, hogy itt lehetek persze, mert voltak nagyon jó betétársaim, és lesznek is. Az eseményen dr. Cserpalkovics András polgármester kiemelte, Székesfehérvár számára nagyon fontos a tehetséggondozás. Ilyen verseny volt a Fehérvár Média Centrum által szervezett Fehérvár hangja, és a mostani versünnep is. Nem lesz könnyű helyzetben a zsűri, mondta Kubik Anna elnök, aki elárulta, ő is nagy izgalommal várja az április 14-i döntőt. Nagyon küzdelmes döntőre számítok, már most gyomorgörcsöm van, mert dönteni kell majd a sok jó jelentkező közül, és szerintem nagyon erős mezőny lesz. A jó hangulatú, könnyed találkozónak otthont adó étterem különleges menüvel készült az eseményre. Az es koronájának a trió tortát, a házunk desszertjét fogjuk kínálni a vendégeknek, ami egy diós, aszaltszilvás torta, egy nagyon finom, mondhatni, hogy meglepetésként és a koronájaként az estének lesz. Természetesen az irodalom kedvelő fiatalok is készülnek az április 14-i döntőre. Az esemény nyilvános, délelőtt 10 órától minden érdeklődőt várnak a Szent István Művelődési Házba.